Zárlatot és látogatási tilalmat rendeltek el a Makói Kórház fekvőbetegeket ellátó osztályain és sürgősségi részlegein szombaton. A kórház 10 munkatársánál jelentkeztek kanyaró megbetegedésére utaló tünetek. Közülük 5-nél már laboratóriumi vizsgálatok is igazolták a fertőzést. A Makói intézményben új betegeket nem tudnak fogadni, de a már felvett páciensek ellátása garantált. Az egészségügyi személyzet körében kimutatott kanyaró megbetegedések miatt zárlatot rendeltek el a Makói Kórház fekvőbetegellátó osztályain és sürgősségi részlegein, jelentette be a Csongrád megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője 2 napja Makón. A Makói Kórház dolgozói közül 10 alkalmazott az elmúlt hét során, illetve ezen a héten megbetegedett. A tünetek alapján felmerült a kanyarófertőzésnek a gyanúja, ami a mai napon a 10 esetből 5 esetben megerősítésre került. Ennek megfelelően a járvány megakadályozása érdekében innentől kezdve a Makói Kórháznak a fekvőbeteg része az lezárásra kerül. Az 1969 előtt születettek egyáltalán nem, a későbbi generációk is csak részlegesen védettek a kanyaró ellen, ezért fertőződhettek meg az érintettek. Csak 1990-ben cserélték le azt a vakcinát, amelyet addig használtak. A mostani védőoltás már megfelelő védettséget biztosít, ráadásul az oltást ismétlik kisiskolás és kamaszkorban is. Bosnyákovics Tünde elmondta, a kanyarógyanús dolgozók 1975 és 1991 között születtek, de a legfiatalabb munkatársnál még nem igazolták a fertőzést. Dr. Kallai Árpád, a Csongrád megyei egészségügyi ellátó központ Hódmezővásárhelyi Makó főigazgatója közölte, a zárlat miatt a makói intézményben új betegeket nem tudnak fogadni, de a már felvett páciensek ellátása garantált. A kórházban ápoltak nem fertőződtek meg. A központ az Országos Tiszti Orvosi Szolgálatnál kezdeményezte a területi ellátási kötelezettség módosítását. Így módon azok a települések, amelyek az orosházi kórházhoz közelesnek, az ottani lakosság ellátását, a sürgősségi ellátását, illetve fekvőbeteg ellátását az orosházi kórház fogja vállalni. Ezen túlmenően a térségben fennmaradó települései, amely a Maros menti városokat, településeket, illetve falvakat jelenti, őket a Szegedi Tudományegyetem, Szent Györgyi Albert Klinikai Központ klinikái, illetve ellátó egységei fogják fogadni, a sürgősségi ellátást a Szegedi Sürgősségi Betegellátó Osztály fogja biztosítani, illetve a harmadik terület a Makó lakosságát, illetve a Hódmezővásárhelyi tagintézményünkhez közelező települések lakosságát pedig a Hódmezővásárhelyi Tagkórház biztosítja. Az intézkedés több mint 45 ezer embert érint a régióban. A zárlattal egy időben látogatási tilalmat is elrendeltek a makói intézményben, tudatta a szakember. Dr. Kallai Árpád elmondta, az érintett egészségügyi dolgozók jól vannak, otthonukban lábadoznak, számukra a fertőzés továbbterjedését megakadályozó magatartási szabályokat írtak elő. A szakember közölte, a járványügyi szabályoknak megfelelően vizsgálják, honnan indult el a fertőzés. A közeli Romániában 2016 eleje óta 3109 kanyarós megbetegedést diagnosztizáltak.